Auschwitz-i ünnepkör, illetve a nagy hét kezdete március 24-ére virágvasárnapra esett. Ebből az alkalomból barka szentelésre és ünnepi szentmisére gyűltek össze a római katolikus egyházközség tagjai. Most részleteket láthatnak a katolikus közösség virágvasárnapi szentmiséjéből és a barka szentelésből. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Kedves testvéreim, a nagybőjt eleje óta bűnbánattal, jó cselekedetekkel a szívünket előkészítettük, ma azért gyűltünk össze, hogy az egész egyházzal együtt lélekben előre átéljük Urunk húsvéti misztériumát, vagyis szenvedését és feltámadását. Március 24-e virágvasárnap volt. Szép nevet kapott ez a nap, a húsvét előtti vasárnap, a húsvéti ünnepkörben, ahol a hívő emberek, keresztények, keresztények és görögkatolikusok azt idézik fel, hogy Jézus a kereszt halála előtti vasárnapon bevonult Jeruzsálembe. Az emberek Jézus tiszteletére a felső ruháikat és a fákról levágott gajakat, más források szerint pálma ágakat az útra Jézus elé terítették. Ezért ennek az ünnepnek a neve több nyelven pálmavasárnap. Például németül Palmsonntag. A pálmaágakat Európában tiszta fa, fűzfa vagy egyik fák ágaival helyettesítették. A vasárnapi virág vasárnapi szentmise a plébánia udvarán a barka szenteléssel kezdődött. A szentelést főtisztelendő Ferenc Károly plébános végezte. Az ünnepi szentmisére már a katolikus templomban került sor, a misét Ferenc Károly atya celebrálta. Az előírások szerint hangzott fel Krisztus szenvedés története, a passió. A passió a latin passio, passio, vagyis szenvedés szóból származik. Tartalma Krisztus kín szenvedésének, a kereszt halálának története az utolsó vacsorától a temetésig. Most részleteket láthatnak a virágvasárnapi szentmiséből. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből, dicsőség neked, Istenünk. Amikor Jézus és a vele lévők közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél előre küldött kettőt a tanítványai közül. Azt mondta nekik, menjetek be ebbe a helységbe, amelyik előttetek van. Mindjárt, amit bementek, egy szamarat találtok megkötve, amelyen még ember nem ült. Oldjátok el és hozzátok ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért teszitek ezt, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége, és azonnal elengedi ide. Azok elmentek, megtalálták a szamarat, az ajtóhoz kötve, kin az útelágazásnál, és eloldották. Az ott állók közül egyesek azt mondták nekik, miért oldjátok el a szamarat? Ők azt felelték, amit Jézus parancsolt nekik, erre elengedték őket. A szamarat elvitték Jézushoz, ráterítették ruháikat, ő pedig felült rá. Sokan az útra terítették ruhájukat, mások meg lombos ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Akik előtte mentek, és akik követték, így kiáltoztak, Hozsanna, áldott, aki az Úr nevében jön, áldott, ami atyánknak, Dávidnak országa, amely íme eljön, Hozsanna a magasságban. Ezek az evangélium igény. Áldjon téged, Krisztus! Kedves testvérek! Ki fogjuk osztani majd a barkákat, de úgy is lehet, hogy mindenki eljön és vesz egyet. Mai ünnepnek kettős mondani valója van. Úgy is lehetne mondani, hogy ambivalens ünnep. Egyrészt az eleje
A történetünknek, az ünnepnek az a tömeg ünneplése. Hozsanna Dávid fiának, áldott, aki az Úr nevében jön. Ott van a tömeg, amely ünnepli Jézus. Szokták mondani, hogy tömegembernek könnyű lenni. Mert a tömegből az ember, ha tömegben van, a tömegtől átveszi tömeg hangulatát, azt, amit a tömeg szeretne. És nem tömegembernek kell lennie az embernek, hanem egyéniségnek. Mai világunkban különösen. Hiszen a tömeg mást skandál, mint amit mi szeretnénk. A tömegnek nincsen egyénisége. A tömeg az megosztható és felbújtható sok mindenre. Mi azon csendes kisebbséghez tartozunk, aki Jézust ünnepli, aki Jézust követi, aki hozsannát kiált, de akkor is mellette van, amikor szenved, és amikor egyedül van Jézus. Kíséri őt azokban a napokon, és azokban a helyzetekben, amikor szüksége van emberileg a megerősítésre. Nem kapta meg az apostoloktól, egy pár embertől kapta meg csak. Attól a pár embertől, aki csendben kísérte őt. Például az édesanyjától, aki ott volt, látva az ünneplő tömeget, ott volt a keresztje alatt, és ott volt a feltámadáskor. Nekünk a szűzanya lelkületét kell életünkben megélnünk, megvalósítanunk. Aki Jézus mellett van, aki Jézus követi, mindenek ellenére ezt a lelkületet kívánom mindannyiuk számára. Ezen a nagy héten, ami most elkezdődik a mai nappal, és abban a Szent Három napban, amelyben még mélyebben átélhetjük Jézus szenvedésének misztériumát. Ezekkel a bevezető gondolatokkal kérem a kedves testvéreket, hogy vegyen mindenki barkát a kezébe is, induljunk a templomba Jézus követve. Így szólt lélekkel ihletet, proféta ősi szózata, Sihon leány a vigadoz, újjongó szívvel várakoz. Urad, királyod, íme jő, nézd, mi szerény, mi egyszerű. Szamáron ülve trónon ül, türelmes és kegyes király. A pálmafák friss ágait, zöld fák levágott lombjait. Lengetve mennek mind elé, s köszöntik az örök királyt. Újjon körötte nagy tömeg, s lélekkel telve így kiállt. Hozsanna néki üdv legyen, Dávid fiának szüntelen. Levetvén íme köntösük, elé
ti a földre fekteték. Mások, hogy díszes út legyen, hintik virágok szirma ég. Forrong a város nyugtalan, mert hallja hírét jöttinek. De méltón zengik énekét, serengben mind a gyermekek. Ha majd bírónként újra jő, menjünk mi is az Úr elé. Az ünnepálváját lengetvén, szívünkben zengjük énekét. Az ünnepálváját lengetvén, szívünkben zengjük énekét. Megváltó királyunk, elébe megyünk. Méltó tisztelettel, úrunkhoz legyünk. Hozsonnát kiváltson, néki minden hív. Dicsérettel áldást mondjon nyelvész szív. Így tisztelte Jézus a zsidó nemzet. Világvaság apját nagy gyülekezet. Elégek kinektek, hálva ágakkal. Dicsérünk énekkel és virágokkal. A gyermekek kézbe, pálma ágakkal, de vindallal áldják szent királyokat. Ez a szép ének jött váltságára, minden földi ember boldogságára. Hogy a szent városhoz már közelgetett, virágnyes pompával vigyezettetett. Ruhájával is így földre terítik, és úrját szövállal fölégesítik. És fölmenő szívünknek kínálkozának. Hozsánna, hozsánna, Dávid királynak. Áldott az Imaz Úr, szent Yeah.
imádsággal, amikor szent akaratokból emberi testet töltött, és vállalta a kereszt halált, segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában, aki veled él és uralkodik a Szentlélek ellenségben, Isten mindörökkön örökké. A mi Urunk Jézus Krisztus kínszenvedése Szent Márk evangélista szerint. Két nappal a húsvét és a kovásztalan kenyerek ünnepe előtt a főpapok és írástudók arról tanácskoztak, hogyan foghatnák el Jézus csellel, hogy azután megöljék. Így szóltak. Ne az ünnepen, nehogy zavargás támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában, a leprás Simon házában vendégül látták, odalépett hozzá egy asszony. Alabástrom edényben valódi és igen drága nárdusolajat hozott. Széttörte az alabástrom edényt, és az olajat Jézus fejére öntötte. Egyesek bosszankodtak magukban. Miért kell a keretet így pazarolni, hiszen több mint 300 dénárért el lehetett volna adni, és szétosztani a szegények között. És megharagudtak az asszonyra. Jézus azonban ezt mondta nekik. Hagyjátok őt, miért bántjátok, hiszen jót tett velem. Szegények mindig lesznek veletek, és amikor csak akarjátok, jót tehettek velük. Én azonban nem leszek mindig veletek. Ő megtette azt, ami tőle telt. Előre megkente testemet a temetésre. Bizony mondom nektek, bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, ezt is hirdetni fogják az ő emlékezetére. Iskarióti Júdás egy a 12 közül elment a főpapokhoz, hogy elárulja nekik Jézus. Amikor azok meghallották, megörültek és megígérték, hogy pénzt adnak nekik. Ő tehát kereste a kedvező alkalmat, hogy elárulhassa. A kovásztalan kenyerek ünnepének első napján, amikor a húsvéti bárányt feláldozzák, tanítványai megkérdezték Jézust. Mit akarsz, hová menjünk, hogy elkészítsük számodra a húsvéti vacsorát? Erre elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal. Menjetek a városba! Találkoztok ott egy emberrel, aki vizes korsót visz. Kövessétek őt, aztán ahová bemegy, ott mondjátok meg a házigazdának, a mester kérdezi, hogy hol van az a szállás, ahol a húsvéti vacsorát tanítványaimmal elfogyaszthatom. Ő mutat majd nektek egy étkezésre berendezett, tágas, emeleti termet. Ott készítsétek el nekünk. A tanítványok elmentek, és a városba érve mindent úgy találtak, ahogy megmondta, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor beesteledett, odament a 12-vel. Miközben letelepedtek és ettek, Jézus ezt mondta. Bizony mondom nektek, egy közületek, aki velem eszik, elárul engem. Azok elszomorodtak, és egyenként megkérdezték. Talán én? Ő azt felelte. Egy a 12 közül, aki velem együtt nyúl a tálba. Az emberfia ugyan elmegy, amint megírták róla, de jaj annak az embernek, aki elárulja az emberfiát. Jobb lett volna neki, ha meg sem születik. Vacsora közben kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és ezekkel a szavakkal adta nekik. Vegyétek, ez az én testem! Majd fogta a kelyhet, hálát adott, oda nyújtotta nekik, és mindnyájan ittak belőle. Ő pedig így szólt. Ez az én vérem, a szövetségé, amely sokakért kiontatik.
Bizony mondom nektek, nem iszom többé a szőlő terméséből addig a napig, amíg az újat nem iszom az Isten országában. Ezután Zsoltár énekelve kimentek az olajfák hegyére. Ott Jézus így szólt. Mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van, megverem a pásztort, és szétszélednek a juhok. De feltámadásom után majd előttetek megyek Galileába. Péter kijelentette. Ha mindnyájan megbotránkoznak is benned, én bizony nem. Jézus azt felelte. Bizony mondom neked, hogy még ma, ezen az éjszakán, mielőtt a kakas másodszor szólna, háromszor is megtagadsz engem. Erre még jobban fogadkozott. Ha veled együtt meg is kell halnom, én nem tagadlak meg. Ugyanígy fogadkoztak a többiek is. Közben odaértek a Getszemáni nevű kertbe. Itt Jézus így szólt tanítványaihoz. Üljetek le, amíg imádkozom. Pétert, Jakabot és Jánost magával vitte. Remegni és gyötrődni kezdett, majd így szólt hozzájuk. Halálosan szomorú a lelkem. Maradjatok itt és virrasszatok. Valamivel előbbre ment, leborult a földre és imádkozott, hogyha lehetséges, múljék el tőle ez az óra. Ezt mondta. Abba, atyám, neked minden lehetséges. Vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Aztán visszament hozzájuk, de alva találta őket. Megszólította Pétert. Simon alszol? Egy órát sem tudtál virrasztani velem? Virrasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésben ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Majd ismét elment, és ugyanazon szavakkal imádkozott. Amikor visszatért, újra alva találta őket, mert szemük igen elnehezedett. Nem is tudták, mit feleljenek neki. Harmadszor is visszament hozzájuk, és azt mondta neki. Aludjatok csak, és nyugodjatok. Elég volt. Itt az óra, az emberfiát a bűnösök kezére adják. Keljetek fel, menjünk. Íme ott jön az áruló. Míg beszélt, amikor megérkezett Júdás, egy a 12 közül, s vele egy kardokkal és botokkal fölszerelt csapat, amelyet a főpapok, írástudók és lélek küldtek. Az áruló ebben a jelben egyezett meg velük. Akit megcsókolok, ő az. Fogjátok el, és vigyétek szigorú őrizet alatt. Amikor odaért, mindjárt odalépett Jézushoz, és így szólt. Mester! És megcsókolta. Erre rátették kezüket, és elfogták. Azok közül, akik ott álltak, valaki kirántotta a kardját, a főpap szolgájára sújtott vele, és levágta a fülét. Jézus így szólt hozzájuk. Kardokkal és dorongokkal jöttetek elfogni, mint egy rablót. Naponta veletek voltam a templomban és tanítottam, de nem fogtatok el. Az írásoknak azonban be kell teljesedni. Erre valamennyien elhagyták őt és elfutottak. Egy ifjú mégis követte. Mezítelen testén csak egy gyolcslepel fette. Amikor meg akarták fogni, ott hagyta a gyolcsleplet, és mezítelenül elfutott. Jézust a főpaphoz vezették. Itt gyűltek össze a főpapok, a vélek és az írástudók. Péter messziről követte, egészen a főpap udvarába. Ott leült a szolgákkal együtt, és melegedett a tűznél.
A főpapok és az egész főtanács bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra ítélhessék, de nem találtak. Sokan tanúskodtak ugyanis hamisan ellenem, de vallomásuk nem egyezett. Ekkor néhányan felálltak, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Hallottuk, amikor azt mondta, lemondom ezt a kézzel épített templomot, és 3 nap alatt másikat építek, amelyet nem emberi kéz alkotott. De vallomásuk így sem volt megegyező. Ekkor a főpap középre állt, és megkérdezte Jézustól. Semmit sem válaszolsz arra, amit ezek felhoznak ellened? De ő meghallgatott, és nem felelt semmit. A főpap újra megkérdezte. Te vagy a Messiás, az áldott Isten fia? Jézus így válaszolt. Én vagyok. Látni fogjátok, hogy az emberfia ott ül a mindenható fölségének jobbján, és eljön az ég felhői. A főpap erre megszaggatta ruháját, és felkiáltott. Mi szükségünk van még tanukra? Hallottátok a káromlást. Mit gondoltok? Azok mindnyájan méltónak ítélték őt a halálra. Ekkor némelyek leköpdösték, azután arcát letakarva ököllel verték, és közben ezt mondták neki. Rajta, most prófétáj! Míg a szolgák is arcul verték őt, Péter kint ült az udvaron. Közben kiment a főpap egyik szolgálója. Meglátta Pétert, amint melegedett, és megszólította. Te is a názáreti Jézussal voltál. De ő tagadta. Nem ismerem, nem is értem, mint beszélsz. Ezzel kiment az előcsarnokba, s akkor megszólalt a kakas. De a szolgáló figyelte őt, és megint mondta az ott állóknak. Ez is közülük való. Ő újra letagadta, nem sokkal ezután ismét megszólaltak az ott állók. Biztosan közéjük tartozol, hiszen te is valamire vagy. Erre Péter átkozódni és esküdözni kezdett. Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltem. Ekkor mindjárt megszólalt a kakas másodszor is. Péternek eszébe jutottak Jézus szavai. Mielőtt a kakas másodszor megszólal, 3-szor is megtagadsz engem, és sírásra fakadt. A főpapok korán reggel tanácsot tartottak a vénekkel, az írástudókkal és az egész főtanáccsal, majd Jézust megkötözve elvezették és átadták Pilátusnak. Pilátus megkérdezte őt. Te vagy a zsidó király. Jézus ezt válaszolta. Te mondod. A főpapok sok vádat hoztak fel ellene. Pilátus újra megkérdezte. Nem felel semmit sem. Nézd, mi mindennel vádolnak téged. De Jézus nem válaszol többé semmit, és Pilátus csodálkozott ezen. Az ünnep alkalmával Pilátus mindig elbocsátott nekik egyet a rabok közül, akit kértek. Volt a börtönben egy Barabás nevű rab. A lázadókkal együtt tartóztatták le, akik egy zendüléskor gyilkosságot követtek el. A tömeg felvonult tehát, és kérte Pilátustól azt, amit mindig megtett nekik. Pilátus megkérdezte. Akarjátok-e, hogy a zsidó királyát engedjem szabadon nektek? Tudta ugyanis, hogy a főpapok csak irigységből adták őt a kezére. Ám a főpapok felhújtották a tömeget, hogy inkább Barabás szabadon bocsátását kérjék. Pilátus ismét megkérdezte. És mit tegyek azzal az emberrel, akit ti a zsidó királyának neveztek? Azok ezt kiáltották. Feszítsd őt keresztre! Pilátus folytatta.
De hát mi rosszat tett? Erre azok még hangosabban kiáltozták. Feszíts őt keresztre! Ekkor Pilátus, aki eleget akar tenni a tömeg kérésének, szabadon bocsátotta Barabást, Jézus pedig megostoroztatta, azután átadta nekik, hogy keresztre feszítsék. A katonák bevezették őt a helytartóság udvarába, és összehívták az egész csapatot. Bíbor ruhába öltöztették, tövisből font koszorút tettek a fejére, és így köszöntötték. Üdvözlégy, zsidó királya! A fejét nátszállal verték, leköptösték, és térdet hajtva hódoltak előtte. Miután így úgy küzdtek belőle, levették róla a bíbor ruhát, és ráadták saját ruháját. Ezután kivezették, hogy keresztre feszítsék. Egy arra járó embert, Cirenei Simont, Alexander és Rufus apját, aki éppen a mezőről jött, kényszerítették, hogy vigye a keresztjét. Így vezették ki arra a helyre, amelynek Golgota, vagyis Koponya hely a neve. Mirhával kevert bort adtak inni neki, de ő nem fogadta el. Felfeszítették a keresztre, azután megosztottak a ruháit, sorsot vetve, hogy kinek jusson. 3 óra volt, amikor keresztre feszítették. Felirat is volt a kereszten, amelyre elítélésének okát írták. A zsidó királya. Vele együtt 2 rablót is felfeszítettek, az egyiket jobb felől, a másikat balról. Így beteljesedett az írás. A gonoszok közé sorolták. Akik arra jártak, káromolták, a fejüket csóválták és mondogatták. Te, aki lerontod a templomot, és 3 nap alatt felépíted, szabadíts meg magadat, szállj le a keresztről. Hasonlóképpen gúnyolták őt a főpapok és az írástudókkal együtt. Másokat megmentett, de önmagát nem tudja megmenteni. A Messiás, Izrael királya, szálljon most le a keresztről, hogy lássuk és higgyünk. Azok is gyalázták őt, akiket vele együtt fölfeszítettek. Amikor 6 óra lett, nagy sötétség borult az egész földre, egészen a 9. óráig. 9 órakor Jézus hangosan felkiáltott. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ez azt jelenti, Istenem, Istenem, miért hagytál el engem? Amikor néhányan az ott állók közül meghallották ezt, így szóltak. Íme, Illés hívja. Valaki odafutott, ecetbe mártott egy szivacsot, nátszára tűzte, inni adott neki, és ezt mondta. Hadd lássuk. Eljön Illés, hogy levegye. Jézus pedig hangosan felkiáltott, és kilehelte lelkét. Függönye ketté hasadt, fölülről egészen az aljáig. A százados, aki ott állt Jézus előtt és látta, hogyan lehelte ki a lelkét, így szólt. Ez az ember valóban Isten fia volt. Asszonyok is álltak ott, távolról figyelték, hogy mi történik.
Köztük volt Mária Magdolna, Mária, az ifjabb Jakab és József anyja és Szalome. Rajtuk kívül voltak ott még többen is, akik vele együtt jöttek fel Jeruzsálembe. A készület napja volt, azaz a szombat előtti nap. Amikor beesteledett, jött egy előkelő tanácsos, az Arimateából való József, aki maga is várta Isten országát. Bátran bement Pilátushoz, és elkérte Jézus holttestét. Pilátus elcsodálkozott, hogy már meghalt. Magához rendelte a százados, és megkérdezte, hogy valóban meghalt-e. Amikor a századostól megtudta ezt, Józsefnek adta a holttestet. Az pedig gyolcsot vásárolt, azután levette Jézust a keresztről, begöngyölte a gyolcsba, és egy sziklába vált sírboltba temette. A sír bejárata elé követ hengerített. Mária Magdolna és Mária, József anyja pedig megfigyelték, hogy hova temette.